Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi jóslás december 12-éig. A fő téma itt látható középen, ezt mutatja ez a kártya. Itt a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Ő átnyújtja ezt neked, te átnyújtod neki. Tehát itt megvan ez a vonzalom, azon kívül van itt egy gyógyító erő. A háttérben a csillagok szerencsét hoznak. Azt is jelentik, hogy ez mind megvan írva a csillagképekben, tehát ez a találkozás, ez a vonzalom nem véletlen. Neki most nagyon sok a munkája, és a munkahelyen van egy ilyen húzavona. Mivel itt az éjszaka látható, az utal az éjszakára, lehet, hogy együtt vagytok, de ha nem így van, akkor ő éjszaka gondol rád, vagy álmodik rólad. Lehet, hogy nem meri kimondani azt, amit érez, és ez a munka itt egy kifogás, ó, most nincs sok időm, sok a dolgom, de azért bíz abban, hogy gondol rád, meg vannak itt az érzelmek, a szerelem. A háttérben bizonyára hallható, hogy milyen viharos idő van most itt Mallorca szigetén, nagyon hideg van, és nagy vihar. De visszatérve most a kártyákra. Itt újra a csillagok láthatóak, ami szerencsét hoz, azon kívül jelenti azt, mindez megvan írva a csillagképekben, utalhat spirituális dolgokra, erre a munkára is, ami ennél a kártyánál még fontos, a nap és a hold energiája. Az arany az a nappal áll összefüggésben, tehát ez az arany korsó, az utal a napra, és ez egy férfias energia. A hold az az ezüsttel áll összefüggésben, és ez az ezüst színű korsó utal a hold energiájára, tehát a nőies energiára. Itt ez a hölgy önti ezt a vizet, a víz az utal az érzelmekre, és itt megvan a nőies, meg a férfias energia, ez a vonzalom kettőtök között. Ez utalhat egy közös életútra, egy találkozásra. Itt szintén a kelyhek láthatóak, ami utal a te belső forrásodra, a te intuíciódra, de az érzelmekre is. A hatos szám jelenti a múltad, vagy valaki gondol rád, visszatér a múltból, vagy itt megvannak az emlékek a múltból, ez a nosztalgia, ez a romantikus kapcsolat. Itt is láthatóak a csillagképek, de ebbe az irányba tekintesz, itt megvan a hit, megvan a bizalom, vagy egy spirituális terület, amit most látnod kellene, hogy te része vagy ennek az alkotásnak, ahogy a jó Isten megalkotta mindezt, tehát megvan a kapcsolat, az égi hatalom és közted. Ez a finom energiamező. És itt kivirágzik valami. Ez a kártya nagyon érdekes. Itt az érmékről van szó, tehát anyagiakról, vagy a munkáról. Itt a munkahelyen valaki figyelget téged, és úgy tart, minthogyha te egy diák lennél, mintha te most tanulnál valamit. De ha megtekintjük ezt a képet, akkor látható itt, te nem a diák vagy, hanem te vagy itt a mester.
mesteri alkotás. Ugyanúgy, mint itt is érezhető ez az alkotó, kreatív tevékenység. Tehát sokkal jobb vagy, mint mások, mert nagyobb a tudásod, nagyobb a tehetséged. De nem kapod meg az elismerést, mert mások úgy kezelnek téged, mint egy diák. De azért legyen meg az önbizalmad, és csináld a dolgodat, mert megvan a tehetséged. Az érmék itt jelenthetik a belső értékeket is. És az azt jelenti, te értékes vagy számára, de azért figyeljünk oda arra is, hogy mások néznek téged, figyelik az eseményeket, mi történik a közeljövőben. Ha elveszíted az önbizalmat, és mások befolyásolnak téged, és olyan kicsinek érzed magad, mint mondtam, olyan nagy vihar van itt, hogy még az áram is elment, úgyhogy itt megszakadt a felvétel, de szerencsére van újra villany, és így készíthetem a videót. Tehát itt ennél a kártyánál tartottunk, és az azt jelenti, hogy ne hasonlíts össze magadat másokkal, hanem légy a saját értékednek tudatában. És ha így van, akkor át tudod tenni magadat a korlátozásokon, és itt kivirágzik valami, nem csak a munkát illetően, hiszen az érmék utalhatnak az anyagiakra és a hivatásodra, hanem a környezetedben kivirágzik minden, és megkapod az elismerést, hiszen te értékes vagy ahhoz, hogy mások ezt közöljék veled. És amit én közülök, kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!